begobózó, sokat szeret olvasni, imádja az amerikai zenéket. Tehát itt megjelenik, hogy itt az is megjelenik, hogy Murakami az szinte mindig a könyveiben akár magáról is írhatna, úgy érezzük. Nagyon sok jellemzőjét, tulajdonságait ugye a regény hősükre is rávetíti. És a nő, ahogy megjelenik az ő műveiben, általában két típusú női karaktert használ. Egyik az, aki nagyon elveszett, mondhatni azt, hogy megtört. És közel áll az, akár az összeomláshoz, mint például a Norvég erdőnek a főhősnője. Ennek, annak a főhősnője például egy gyerekkori szerelmének az elvesztése miatt az öngyilkosság gondolatában játszik. De van egy másik nő is ennek a könyvnek a főhősének az életében, aki pedig a tipikus vidám, életvidám, serfes lányzó, aki vissza akarja őt hozni a társamba, és azzal, hogy kapcsolatba kerülne, újra akarja azt, hogy legyen miért élnie, hogy ez az életérzés megszülessen benne. Tulajdonképpen Murakamira hiába mondják azt, hogy ő japántalanul ír, ő többször is azt nyilatkozta, hogy ő lehet, hogy japántalanul ír, de azért, mert egy olyan világban akar minket elkalauzolni, mondjuk Tokió utcáin, ami ahol az ő szereplői magányosan vándorolnak, vagy magában a társadalmi rendszerben, vagy magában az iskolákban, hiszen fősei akár középiskolai diákok is lehetnek, de lehetnek 30-as éveikben járó dolgozó emberek, hogy ő tulajdonképpen ezt a világot ismeri. De aki még nem járt Japánban, aki még... És ez ennek az útbaigazításnak a legkönnyebben úgy találta meg a módját, hogy egyszerűen ír, de rettentően egyszerűen ír. És ettől válik érthetővé az írása, de nehezen fordíthatóvá is, hiszen nyilvánvaló, hogy egy bizonyos japán szavaknak vannak olyan társított jelentései, ami nekünk, külföldi olvasóknak nem világosak, nem egyértelműek. Mit tudom én, ilyen például az, amikor valaki bizonyos japán tájszólásban szólal meg, a japánok rögtön vágják, hogy ő miért ilyen társítják, hogy milyen lett a társadalmi pozíciója, a gazdasági helyzete, de mi nekünk ez nem mond túl sokat, hogy ő most kiotói akcentusban, vagy kantói akcentusban beszél, mert nem ismerjük ezt a vidéket. És ő Japánt akarja nekünk közelebb hozni, egyrészt ezért, másrészt az is, azért is felfedezhető a műveiben, hogy ő tényleg japánról ír, hogy próbál történelmi, gazdasági, társadalmi jelenségekre is rávilágítani valamilyen szinten. De biztosan hallottatok sokan arról, hogy a japánok például mindenről fizikönyvet adnak ki, hogyan később gyól a hajad, hogyan menj állásinterjúra, stb. Például az ő életében nagyon nagy hatást gyakoroltak rá az 1995-ös események, amelyek Japánban történtek. Aki nem tudja, 95-ben volt a nagy kantói földrengés, amiben az ő, hát ahol nevelkedett Kobe városa is sérült, illetve szerint gáz támadás történt a tókiói metroállomáson. A földrengésben 6000 ember halt meg, a gáztámadásban pedig 60 ember, vagy nem, 6 ember halt meg csak, de nagyon sokan megsérültek, és nagyon traumatikus élményként élték meg ezt. És ez akkor 95-ben Japánban rendkívül nagy krízist teremtett, tehát megrázta a nemzetet. És Murakami is akkor egyébként külföldön volt, hogy annyira megérintette ez a dolog, hogy hazautazott, és például a gáztámadás áldozataival készített riportokat, és ebből készített egy akár nálunk Havas Henrik által írt riportkönyvekhez is hasonlítható dokumentum regényszerűsége, ahol a támadás áldozatai egyeszem első személyben mesélik el az élményeiket, és én ezt olvastam, ezt a könyvet, és rettentően megrázó. Tehát az annyira átjön, hogy ahogy ő leírja, a szereplői, az áldozatok szemén keresztül, sőt, ő még azokat is megkereste az előadás, vagyis a regény keretében, akik ezt a támadást elkövették. És őket is meginterjúolta, és az ő szemléletüket, hogy ezt miért tették, ezt is megfogalmazza, és hihetetlenül hátborzongató az egész, hogy Tokió egy hatalmas metropolisz, és pár ember, tényleg nem sok, egy akár 12-20 fős szekta, mert ez egy vallásos szekta volt, aki ezt a támadást elkövette, ők fogják magukat, és váratlanul
egy mérges gázt engednek el a tókiói aluljáróban, illetve a metróvonalakon, aminek a terjedését megállítani szinte lehetetlen, és számtalan ember megsérült benne, és évekig traumatikus sokként élték meg ezt a helyzetet. Akkor Murakaminak a műveiben megjelennek még például a magánegyetemeknek a tipikus rendszerei, hogy ezek hogyan épülnek fel. Ebből a szempontból is érdekes lehet, megjelenik az, hogy az emberi kapcsolatok mennyire fontosak a ma kiüresedőben lévő világunkban, amikor mindenki azzal foglalkozik, hogy dolgozzon, több pénze legyen, és egyébként őt Ázsia hangjának is kezdik egyre inkább tekinteni, Ázsia írójának, Ázsia legkiemelkedőbb írójának, ezt pedig azért, mert sok ázsiai nép, koreaiak, kínaiak, Tájván, a gazdaság és technikai fejlődés következtében mind ugyanazt tapasztalják meg, hogy az embereknek van munka, pénz, minden, de közben az emberi kapcsolatok kiüresednek, mert nincs rájuk idő, nincs őket idő ápolni, nem foglalkoznak annyira velük. Illetve az emberek, ha idegenek is, nem olyan segítőkészek, mint egykor régen. Tehát valaki elesik az utcán, nem megy oda senki hozzá, hogy felsegítse például. Amire sajnos én itthon is tudok már példát mondani. És ebből a szempontból ő nagyon érzékletesen tudja leírni ezeket a dolgokat is. Egyébként a regényeiben tabu témákról is beszél, például a japánok háborús bűneiről, meg ezt a Krubli madár krónikája című regényében említi meg. Ez azért érdekes, mert Japánban sok olyan rendezetlen múltbéli dolog van, mint akár nálunk Magyarországon is, amit nem tudod még a nemzet földolgozni, és nem akarják elfogadni. Ilyen például a nankingi mészállás, nem tudom mennyien hallottatok róla, ez 1937-38-ban történt Kína ellen irányuló háború során történt cselekmény volt, ahol több ezer lehetetlen kínai gyereket gyilkoltak le a japánok, és a mai napig tagadják ennek a megtörténtét. És ráadásul ugye Japán és Kína között a lévő konfliktusnak a tavalyi, vagy tavaly előtti Sankaku szigetek miatti konfliktus mögött még ez is ott van. Tehát a két nemzet között hihetetlen mély konfliktusok húzódnak meg, és ennek ellenére Murakami még a kínaiakat is meg tudja szólítani. Tehát hihetetlen módon, annak ellenére, hogy mikor volt a Sankaku szigetvita, és akkor betiltották ugye Kínában a japán könyveket, vagy bezárták a japán boltokat, Murakaminak a regényeit továbbra is olvasták. És Kínában egyébként a leghíresebb regénye most, ami nemrég jött ki magyar nyelven is, hát az elmúlt években, 2010-2011-ben, az 1984 volt, ami George Orwellnek az 1984 című regényére mutat rá, de egyébként ez egy szójáték, mert úgy van leírva, hogy 1Q84, és a Q, a 9 az japánul Q, és csak így szójáték címén rakta be a 9 helyére a Q-t. De egyébként egyértelműen George Orwellnek a világhírű regényére próbál vele jutalni, és ebben a regényeiben azért tudta a kínaiakat megfogni, mert a szociális gazdaság, az a tipikus világ jelenik meg, hogy ebből a rendszerből átkerülünk egy másik rendszerbe, a kapitalista rendszerbe, és ekközött a két társadalmi átmenet közötti váltás, ez milyen hatással van az emberek hétköznapjaira és az életére. És amit még így zárásképpen ezt szeretnék mondani, mielőtt Gázó utánnal beszélgetnénk, hogy Murakami egyébként idén Nobel-díjas jelölt, megint. 2008-ban jelölték először Nobel-díjra, irodalmi Nobel-díjra természetesen, és most ebben a hónapban fog kiderülni, hogy megkapja, de a legtöbb kritikus most neki jósolja, hogy nagyon nagy esélye van rá. És ezt részben annak köszönhet, hogy milyen karakterekről ír, mennyire finoman, és annak is, hogy az ő regényeit több szinten lehet értelmezni, tehát aki érdeklődik a japán kultúra iránt, vagy aki nem is érdeklődik olyan mélyen, de akár egy szívszorító, megható szerelmi történetet akar olvasni, az nyugodtan olvashat Murakamit. Én ezzel zárnám így az íróról tartott általános beszámolómat. Szerintem ennél bővebbet, akit érdekel, az esetleg elolvashatja a blogbejegyzésemet, amit a napokban fogok közé tenni.
az összes kutatási anyagomat összegyűjtöttem, és itt tulajdonképpen mindent elmondtam, ami az ő regényeit jellemzi. Igen. Köszönöm szépen. Akkor most Kán Zoltánnak beszélgetnék. Belőjük a... Lesz fotóvetítés, csak azért. Ugyanis, mint ahogy említettem, mindjárt körbe is adom. De szerintem te tudod a legjobban elmondani, hogy ez az album, ez miről szól és miért jó. Előjáróban annyit, hogy Gál Zoltán fotóművész, illetve újságíró, mint ahogy említettem, már többször járt Japánban, rengeteg fotóalbumot adott ki, sőt ösztöndíjasként külföldi fotóművészeti egyetemen is tanult a 80-as, 90-as években, Osaka-ban, és folyékonyan beszél japánul, illetve a Murakami regények fordítójának, Erdős Györgynek volt a, és hát még mindig a jó barátja, és önkéntelenül is belefolyt Murakami magyar nyelvre való átültetésébe, neki a regényeinek az átültetésébe, és az életébe is teljesen Murakami beépült. Most, ami vetítés el fog tőle indulni, ez egy Tokióban készült, vagy hát Japánban készült, Tokióban készült fotói lesznek, fekete-fehérben. Ezekről bővebben majd mindjárt a beszélgetésre kiderül, hogy mik is és pontosan miért készültek. De addig is az albumáról még mindenhez. Technika közben szóval. De akkor az albumodat bemutatod, hogy mondjam. Mondjam. Jó. Nem beszélek már túl sokat? Nem beszélek túl sokat? Még bírjuk. Ha mondok, nyugodtan szóljatok. Szóval. Ez egy gyönyörű fotóalbum, amely... mindjárt körbeadom, és ti is láthatjátok. Az a lényege, hogy Gál Zoltán 2010-ben kín volt Japánban, és Tokióban elindult fényképezni. Részben Murakami érzéseit Japán felé próbálta megragadni, de a saját szemén keresztül. Tehát ahogy ő külföldi, mint magyar ember látja Tokiót és Japánt. És ebben az albumban az ő csodás fotói mellett láthatjátok, tehát aki mondjuk japánul akar tanulni, annak is nagyon hasznos lehet, mert magyarul, angolul és japánul is bele van írva, hogy mit láthatok a képen. Illetve tényleg egy életérzést ad át, és egy kicsit retro hangulatban, mert fekete-fehérek a képek. De akkor elindítok itt egyet. És itt egyet. Hogy tegyem hozzá, hogy Allúziók a címe, ami Murakamire csak mutogat. Tehát ezt nem akar Murakamit idézni, nem akar Murakamira hivatkozni, nem akar Murakamit újra gondolni, hanem csak egyszerűen mutogatok rá és hivatkozom rá, de nem több, tehát nem metamorfózis, nem illusztráció. Ezt azért fontos leszögezni, mert sajnos a könyv az két részre szakad. Egyik része ez a tanulmány, ami egyértelműen Murakamira utal, a másik része viszont a fénykép, és ezekről a fényképekről soha senki nem akar beszélni, pedig én másról nem tudom beszélni, csak fényképekről. Én Timit csodálattal hallgattam, én felemit nem tudok Murakamiról. Nekem elsősorban volt egy tanárom, ugye, aki azért tegyük hozzá, hogy más is fordította Murakamit, nem csak az én tanárom, csak mondjuk az én tanárom, mivel közeli jó barátok voltak, ezért már interneten kéziratba átküldte a képeket, már a szöveget, és ugye, mint jó barát, hetenként többször is találkoztunk, tehát tulajdonképpen személyesen megéltem a fordításnak a nehézségeit, amit itt egy kicsit Timi is emlegetett, mert nekem van egy olyan halvány gyanúm, hogy a magyar fordítás jobb, mint az eredeti, de ezt most tényleg csak csendben mondom, és halkan, mert
én azért szeretem Murakamit, és azért, mert nekem az igazi japán, az általam megismert japán jön vissza belőle. Hogy miért pont Murakami? Az igazság, hogy én körülbelül 10-valahányszor voltam Japánban, és úgy vagyok vele, bocsánat, egy viccet megengedtek. A mondjuk háború előtt, ugye régi vicc, nénike ballag az utcán, és oda megy a csendőrhöz, hogy jaj, fiam, engem megerőszakoltak. Mikor néni? Tegnap, tegnap előtt is, most is oda megyek. Szóval én körülbelül így vagyok Japánnal. Úgyhogy voltam tegnap, tegnap előtt is, és most is oda megyek. Rendkívül sok ötletem van. És ez a Murakami nekem ki, hogy mondjam, kapóra jött, hogy nekem rengeteg japán utazásom során olyan ritkán adatok meg, hogy csak fotózzak, tehát mindig volt valami zűrzavar. És sikerült ezzel megetettem a nemzeti kulturális alapot, hogy ez egy fontos dolog. És ugye adtak támogatást, ami az legalább akkora részt magam is hozzátettem. És volt egy lehetőség arra, hogy az én saját magam által meglátott és megtapasztalt japán lefényképezzem, arra való hivatkozásra, hogy Murakaminak a regényeiben viszonylag kevés tájkép és városkép jelenik meg, de az a városkép az nekem ezt jelenti. És az, aki nem volt Japánban, annak is adjak egy képeskönyvet a kezébe, illetve aki volt Japánban, az se talál oda, ahova én oda találok. Egyszerűen azért, mert a lábamat lejártam, és nyelvismeretem, és talán a tapasztalatom során ezt megtaláltam, és meg van egy kerek egy része. Úgyhogy én ennyit tudok mondani. Ezzel kérdezném, hogy a képeket végignéztem, nekem olyan nyomasztó érzésem támad. Tehát olyan magányos vagyok, elhagyatott. Hát találkozom a Murakami főszereplőknek az közérzetével. Ez valószínűleg a saját közérzetem is. Na most ez egy nagyon bonyolult dolog, de legalább azért gondolom azért nem követhetetlen. Én kimegyek Japánba szorongok, és ugye elképesztően magányos képeket csinálok, de én magyarországira aggódom. Szóval ez csak egy bázis, egy visszatekintő pont, hogy ott fényképezek. Én magyarországira aggódom, én magyar vagyok. Tehát ilyen szempontból megyünk valahol. Ez a gondolkodásmód, hogyha szerényen is a Murakamira emlékeztet, akkor nagyon szépen köszönöm, ha nem, akkor nagyképű vagyok, bocsánat. Tehát ez körülbelül így működik. Tehát az, hogy a fekete-fehér nosztalgikus, én vagyok nosztalgikus, a fekete-fehér az csak eszköz a kezemben. Csak arra gondoltam még, hogy a fekete-fehér miatt olyan, mintha vannak ugye Murakaminak olyan regényei, ami a 60-as, 80-as években játszódnak, és például, ha olvasok egy regényt Murakamitól, akkor mostantól a te fotóid fognak az eszembe jutni, de az 100%. Akkor nyertem, hát ez volt a lényeg a dolognak. Hát valahogy ezeken a képeken egyszerre van az rajta, azáltal, hogy fekete-fehér, hogy milyen volt, lehetett Japán egykor, mondjuk a 80-as években, így el tudom képzelni, és milyen most meg, talán milyen lesz. Igen, ez is benne van. Meg hát valahol a fekete-fehér, ez ugye úgy gondolom, hogy több lehetőséget ad az embernek a saját érzelmeinek, tehát a saját érzelmei színezik ki a képet, és nem adva van egy adott színes világ. Én egyébként nagy ellensége vagyok a digitálisnak, nem azért, mert nem szeretem, ha pénzt kell keresni, akkor természetesen is digitálist használok. De az a nyomor úgy miért akarja megmondani, hogy én mit csináljak. Tehát ez állandóan kioktat engem, és ugye magát a technikát úgy találták ki, hogy megnéztek 150 ezer képet, ugye az azonosságukat összesítették belőle, és akkor beletápláltak egy programba, és ő meg csak mondja nekem, hogy mit csináljak. Tehát ez nekem nagy sértődésem, mert én úgy gondolom, hogy nekem van egy elképzelésem, és én ezt meg szeretném oldani, ezt mondjuk egy kémiai alapon működő fekete-fehérrel el tudom viselni, meg tudom oldani. A szoftverrel meg bajlódom, szóval hiába a szoftver engem nem szórakoztat is. És még az albumodban rettentő sok a városkép, de vannak emberekről készült képek is.
hogy például az anyaidat milyen választottad meg, mert voltak iskolás lányok, öreg nénik, bácsik, és lehet, hogy magányos hivatalnokok, hogy ezeket a karaktereket köthetjük valamennyire Murakami regényeihez, és nem, akkor... Nem, ez én vagyok. Nem, semmi. Egy Murakaminek itt már tehát akkor, amikor megkaptam a pénzt, és amíg voltam Japánban, Murakami gyakorlatilag már csak mint egy lelki állapot maradt meg nálam, tehát attól kezdve engem nem foglalkoztatott Murakami. Sajnos, hogy az egy picit, tehát a könyvnek nagy hibája, hogy a előszó az ugye irodalmi, a kép az kép, és a kettő közt a kapcsolat nem jött létre, mégpedig azért nem jött létre, mert nem találtam meg azt a bizonyos kávéházat, azt nem is kerestem, de nem találtam meg, és ez sajnos ez azóta a képbe belekennik, úgyhogy... Ez a kávéház egyébként azért merült fel, mert az egyik regményben a Határtól délre a naptól nyugatra, most jól mondtam a címet, lehet, hogy az örökkeletet mondtam, bocsánat. Szóval ebben a regényében a főhős egy kávézóban találkozik az egykori szerelmével, és egy ott nosztalgiáznak egy kicsit. Hát ez a nagy hátránya, úgyhogy meg is alakultam Murakamival, most már nem foglalkozom vele. Van más újabb ellenség, úgyhogy... Jobb ellenség? Igen, most Kyotóban megyek, hogyha valaki tudja, hol van. És olyan fényképezőgépet viszek, amiben nincs csak film van, semmi más. És ha már Kyotóban mész, igaz, hogy Oszakába jártál ugye egyetemre, a 80-as évek, végén 90-as évek elején, tudnál erről kicsit mesélni, hogy ott milyen volt akkor az egyetemi élet? Hiszen Murakami regényeiben sokszor az egyetemi életre visszatér, a kollégisták életére, hogy te hogy láttad ott külföldiként, milyennek a japán egyetemisták? Hát ez nagyon komoly kérdés. Az igazság, hogy én már ugye későn voltam ott, tehát már 30-valány évesen voltam egyetemista. Hát úgy értem, hogy kutatóösztöndíjas, tehát én nem volt, már kevésbé voltam az egyetemistákkal egy korosztály, inkább a tanárokhoz 20-30 volna. De sok furcsaságot éltem meg, mondjuk az első és egyetlen, amit rögtönnel is mondanék, az, hogy benne a tanteremben ugye szensei, de vagyunk, mindenkit nagyon szeretünk, imádunk és földön kúszunk a kegyeiért, és akkor kimegyünk a tanteremből, és már a folyosón nem köszönnek neki. Ezt én megmagyarázhatatlannak tartottam. Én köszöntem, meg még volt két koreai srác. Ezek köszöntek összesen. Tehát egyszerűen nem értettem, hogy ez például miért van. Ez lehet az, hogy a japánok így az emberi kapcsolataikat, mondjuk legyen esetben egy tanár-diák kapcsolatot, nem tartanak már annyira fontosnak az életükben, hogy ilyen szinten a köszönés szintjén. Ez egy ilyen non-konformizmus, úgy érzem. Tehát ugye az együttműködés véget az fontos az, hogy most ugye itt most a teremben ez a légkör, ez le van a posztva a szerepe, de kint úgy csinál, mintha nem is, tehát mit tudom én, hány ezer diák mozgott a kampuszon, és úgy csinált, mint egy bármelyik más tanszékről való, bármelyik másik diák. Úgyhogy, akkor elfordította a fejét, és nem köszönt. És volt még egy szerintem nagyon jó sztori, amit nekem meséltél, a vizsga, a fotózásos vizsga. Azt megosztanád meg? Hát az abban a korban még egy kicsit jelentősebb volt. Az röviden arról szól, hogy ugye megkaptam a lehetőséget, hogy mint ösztöndíjas, tehát bárhova bemehetek, bármit csinálhatok. Ugye. Így részt vettem a végzősöknek a beadandó képeknek az előzsűrizésével, ez a pontos kifejezés. Arról van szó, hogy a tanszékvezető, aki egyébként egy fantasztikusan nagy és nagyon jó fotós volt, az ugye bekérette az összes szemináriumnak csak gyakorlati vezetők által csoportoktól a képeket, és kijelentette azt, hogy ő csak olyan képeket akar látni maga előtt, ami a japán televízióban nem jelenhet meg. Most ennek ma már kevésbé van jelentősége, mert már a mi televíziónk is kezd olyan szinten képeket adni időnként, főleg amikor valami gyilkosságról van szó, és akkor ugye húzzák a fűben
a kamerát, és hogyha van egy víz, akkor beledugják, és akkor... Tehát Japánban ez már 20 évvel ezelőtt, ez már teljesen általános volt. Tehát ez az egész fantasztikusan könnyed kamerakezelés sem túl. Olyan képekre vágyott, ez volt a lényeg a mondandójának, hogy a fénykép, ami csak fényképben érvényesül, ami semmi más műfajban nem jelenhet meg, azokra olyan képeket akar. És összejött a társaság, és ugye mindenki fehér kesztyű, nagy hókusz-pókusz, tehát ott aztán nagyon megvan adva a módja. És most ezt tudni kell, hogy a Japánban a szorgalom az 100%. Na most aki 98-at teljesít, azt figyelmeztetik, aki 95-öt teljesít, azt megkérdezik, hogy meddig akar ide járni. Úgyhogy fizetős a cég, tehát a fizetős az egyetem. És volt olyan kollégám, aki koreai révén ugye maga fizette a sok millió jenes tandíjat, és egyszerűen nappal dolgozott, illetve éjszaka dolgozott, nappal egyetemre jött, és 87%-ot hozott össze a kreditrendszerbe, és nem engedték vizsgálni. És akkor viszont, ha viszont megvolt a 98% fölötti teljesítménye, az amit jelent, hogy egy fél évben egy napot hiányzott, az megvolt a 98%-os teljesítmény, akkor viszont azt mondta a tanszékvezető, hogy ki a csoportvezetője, ki a gyakorlati vezetője, és tessék elmenni a tanárbácsinak, meg a tanársegédnek, meg a fiatalembernek, és addig mennek az utcán, amíg olyan képet nem hoznak, ami ennek a az egyetemnek a színvonalat megüti. Tehát abban az esetben, hogyha ő teljesítette a 98%-os kreditet részvétellel, akkor viszont tessék neki olyan képet csináltatni vele, hogy utána az a cégnek, amit az egyetemnek előnyére és javára megszolgálja. Erre. Ezt azért kérdeztem tőled, mert kontrasztot szeretném állítani, mert Murakami regényének a hősei, akik mondjuk egyetemisták, ők nem a szorgalmukról híresek. Ők épp arról, hogy éppen hogy teljesítsék a fél évet, vagy éppen nem, akár meg is bukhatnak. És nekik ez a szorgalom, ez tulajdonképpen ez is egyfajta ilyen konformizmus, hogy a japánok szorgalmasak, de ők ebből ki akarnak törni. És tulajdonképpen ők a szabadságra vágynak, azáltal, hogy maguk határozzák meg az életüket, ők irányítsanak. És ezzel azt veszik a nyakukba, hogy érzelmileg elszakadnak a többiektől, hiszen akik nyilván ezt a konformista szemléletet követik, ők lenézik azokat, akik nem szorgosak, és kinézik maguk közül. És Murakami pont ezeket a hősöket szólalta, és tulajdonképpen maga is ugyanilyen diák volt, legalábbis ahogy utána olvastam az életének, a középiskolai éveiben szinte. Tehát azt mondta, hogy ő nem is tanult, éppen hogy teljesítette a vizsgáit szünetben, olvasott, nőzött, amit a fiatalok csinálnak legtöbbször, és ezért is szeretik őt nagyon sokan, mert a saját generációjának a hangja, hiszen ez az életérzés, amit ő is képvisel a mai napig, ez a 60-as években nagyon előrealkodott a fiatalságon, mégpedig azért ezt nem mondtam el még az előadás elején, hogy két generáció között törlődött az ő korosztálya. Volt az egyik generáció, akik a második világháborút ugye átélték, szegények lettek, minden borzalmat megtapasztaltak, és volt egy új generáció, akik a gazdasági, technikai fejlődés irányába mentek, és e felé dolgoztak szorgosan. És ő egyszerűen nem találta a helyét, nem tudott melyik oldalhoz csatlakozni, hiszen az időseknek a hite megrendült a japán kultúrában, de még valamilyen szinten azt képviselték. A fiatalok, akik a gazdasági technikai fejlődés irányába mentek, tehát előre, ők pedig teljesen nyugat felé fordultak, tehát Amerika felé például. És Murakami emiatt is érezte magát magányosan, de és a mai napig ezt a magányos pozícióját próbálja megtartani, például 20 évig nem is jelent meg nyilvánosan azután se, hogy híres lett otthon Japánban, hanem csak levelezésen, meg tényleg interneten keresztül tartotta a kapcsolatot a rajongóival, és nem is akarja, hogy megismerjék az emberek, tehát ő el akarott zárkózni, és érdekesség még, hogy nincsenek íróbarátai se. Tehát neki a barátai tulajdonképpen a személyes hobbiából kerülnek ki, mert ő egyébként futó. Teljesen meglepő, hogy regényíró régitének futó, és rendesen maratoni futó. Igen, több maratont is. Igen, és most már triatlonokon is indul, mondom triatlon, ahol ugye futni kell, biciklizni, megúszni.
és ezzel próbálja az ő kondíciát is szembe tartani, meg az is érdekes, hogy ezek tök magányos sportok, tehát ezeket egyedül űzöd, és ez is azt mutatja, hogy mennyire az ő kis világában él tulajdonképpen, ahova nagyon kevés embert enged be, és nem is akar sok embert beengedni, mert valamilyen szinten én úgy érzem, hogy félti magát, az ő érzelmeit, ilyen burkot épít maga köré, ahova keves embert enged be. És az egyetemi évek után még tőled azt kérdezném, hogy mivel többször voltál Japánban, milyen vagy változásokat tapasztaltál mondjuk így az időközönként, ahogy utazgattál ki? Persze, nagyon megváltozott Japán az első időkhez képest, mert amikor először voltam Japánban, akkor Japán még gazdagnak gondolta magát, és egy bizonyos ilyen gazdasági buborékban éltek, és aztán utána ez a buborék, amikor tönkrement a világ ingatlan piaca, akkor őket ettől nagyon megviselődtek, úgyhogy attól kezdve már gyakorlatilag 20 éve gyakorlatilag Japán bajban van, és elég jól viselik a bajt, most nekik nagyon jól jött ez az olimpia, mert hihetetlenül meg fognak belőle gazdagodni. Egyszerűen az a gond, hogy nekik nem inflációk, hanem deflációk vannak részt érni. Tehát rengeteg pénz van a bankban, és nem tudják mire költeni. Hát most lesz mire költeni, úgyhogy lesz munkahelyük, 101 csili-vili gyönyörű palota, nem is sportpalota. Japán változott természetesen, amikor én először megismertem, akkor még ilyen Amerika párti volt mindenki, és minden amerikai volt a hamburgertől kezdve. Oszakában van egy falu, amit úgy hívnak, hogy amerikai mura, amerikai falu, ahol egy negyed, ahol gyakorlatilag mindenféle amerikai baromságot találhat, nem a bukós is, attól kezdve a kukkantos rákuk, mi a kezdve mindenkit. Na most ez megváltozott, és akkor mindenki hamburgert evett, most mindenki japán ételt teszik. Ezek hullámoznak, tehát jön a kultúra és jön a kultúra, ezek folyamatosan. Amit én nagyon szeretek, és ami Japán szerintem a képzőművészetben már többször is a világban megrázta magát, és akkor mindig valami új következett be. Egyik volt az a bizonyos 19. század végén az a kiállítás ugye Párizsban, amelyik elindította új hullámot indított el a festészetben. A fotózásban olyanokat tudnak csinálni, amihez egyszerűen szabolni nem tudok. Szóval most ez, amit én itt mutatok nektek, ezek a képek, ezek gyakorlatilag Japánban, ez egy műfaj. Ennek az a neve, hogy ember és város. És ez olyan műfaj, mint a csendélet, meg olyan műfaj, mint a modellfotózás, meg olyan műfaj, mint a tájfényképen is. Tehát ez egy műfaj, ez egy nagyon komoly műfaj, ezt már ők 30-40 éve csinálják, és szerintem jobban csinálják, mint az amerikaiak, úgyhogy ehhez képest nem csak igyekszem valahogy megállni a helyemet. És a másik, amiben úgy zem, hogy megint a világ elsők lettek, ez pont a manga. Mangát, én az emlékszem gyerekkoromban a Fülesen és a pajtáson kívül nem nagyon futtatták, és egyszerűen az, hogy ez művészet lett, az, hogy ez ma már bevett művészeti ág lett, most a többi hatásáról nem is beszélve, ez szerintem teljesen a japánoknak a hatása, mert manga végül is a Walt Disney, és most nem menjünk ebbe bele, de a Walt Disney mindig valahol utána föl kellett törölni a televízióját, a sok könyvtől és mindenféle. Ezt jó is, hogy megemlítetted, mert érdekes volt Murakami is a regényeiben nyomon követi ezeket a változásokat. Tehát például akkor, hogy mikor a manga Japánban is nagyon népszerű lett, ő is megemlíti, hogy jaj, és mellékesen a főhős bement egy olyan könyvesboltba, ahol rengeteg manga volt. De persze nem megy bele egy részletesen, hogy miről szólnak, meg miket olvasnak, csak hogy hát ez a könyvesbolt ilyet is árul. És ezt a természetességgel közli, hogy ez tényleg a hétköznapok része. Vagy még a változásokhoz visszatérve, ez a gazdasági fellendülés után a buborék gazdaságnak a kipukkadása, ez is megjelenik bizonyos regényeiben. Például, az előbb nagyon eszembe volt, csak amikor itt beszéltél közben a fotózásról, hogy ki is esett. Az egyik regényében például pontosan egy olyan szituációról ír, amikor a férj, a Korbli Madár krónikája, azt hiszem az. Igen, az. Hogy a férj tulajdonképpen munkanélküli,
és a felesége tartja el. És ez egy teljesen japán hagyományokkal szembe menő családi felállás. És erről is Murakami úgy ír, hogy ez a pár ebbe a helyzetbe beletörődött. De tulajdonképpen utána az asszony váratlanul valamilyen megmagyarázhatatlan okból eltűnik a férfi életéből, és a férfi akkor döbben rá ez a főhős, hogy mennyire fontos volt a nő a számára. És egyébként még itt jegyezném meg, hogy az ő főhősei férfi létükre hihetetlen jó háziasszonyi szerepet töltenek be. Tehát jól főznek, és nagyon aprólékosan odafigyelnek arra, hogy mit főznek és hogyan főznek. És ezt is Murakami olyan jól le tudja írni. Tehát ezért is, hogy hogyan gondolja végig a szereplő, milyen alapanyagokból fog dolgozni. Cica, ez is fontos még Murakami regényeiben. Erre jól figyeljetek, mert Murakaminak minden regényében van egy macska. És függetlenül attól, hogy jut-e neki fontos szerep, muszáj szerepelni egy cicának. A cica az benne mindig a magány, meg valahol a hogy magányos embernek valahogy ilyen társat jelent, aki tulajdonképpen van, valahol nincs. Tehát néha így ilyen átjelent, mint egy tipikus macska, aki szereti a cicákat, azt tudja, miről használják, aki nem az is. Hát és az öltözködéséről is, hogy ne folyamatosan, nagyon részletesen élünk. A halványcsíkos inkább, ez milyen nyugdíjú. Nekem erről mindig a Jupik jutnak eszembe, aki az amerikai pszichot ismeri, abbanak a hősei tipikusan így adnak ott megjelenésre. Mondjuk ők nem ilyen szélsőségesen, de ők is nagyon aprólékosan mit vesznek fel. Tehát ez is az egyfajta egocentrizmus jelenik meg nekem így ezek révén, a szereplők révén, hogy ennyire magukra figyelnek, mert nincs másra figyelni, és nincs emberi kapcsolat az életükben lényegében. De ezt próbáltam meg a képeken valamiféleképpen ábrázolni. Mondom, hát kitűzött cél az volt, hogy aki Japánban nem ismerős, az találjon benne szépet és élvezetesen. És kinek ajánlanál ezt a könyvet? Az összes japán, meg Murakami rajongó fiatal hölgyeknek. Nekem. Például. Ezt mindenkinek van valami apropó, ez például pont a Vasada Egyetem felé, ugye Murakami Egyetem felé, mert igen. Tehát valami kis halvány utalás van benne, de sajnos az értelem. Tényleg, a Mencsi Szentélynél is fotóztál, és a Murakami egyébként ott szokott néha kocogni, futni. Aki olvassa regényeit, és utána Gázolt Zoltának az albumát megnézi, találhat benne mindenféleképpen olyanokat, ami így hozzá tudja kapcsolni a regényhez, tehát azért is jó. Mint egy ráció is lehet, de csak így utólagosan, hogyha úgy értelmezzük. Amikor készítettem a képeket, én nem tudtam, hogy ez főleg a norvég erdőről fog szólni, de ez teljesen véletlen, ez nem volt céltudatos. Más könyveinek a hőse is barangolnak Tokióban, tehát... A norvég erdő az elsősorban Tokióban játszódik, illetve egy vidéki szanatóriumban. És itt megjelenik például a természet és a metropolisnak a szembeállítása is ebben a regényben, amit szerintem te is próbáltál ábrázolni a fotókon, mert lát mindenféleképpen több tengeres képeken például. Remélem, hogy sikerült, és nem csak próbáltam. Sikerült. Teljesen nem volt. Jó, hát... Még akkor lenne még egy kis időnk. Valakinek esetleg kérdése van? De aki még nem olvasott semmit a szerzőtől, annak mit ajánlanál első? Hát, attól függ, hogy mit szeretsz. Nagyon szomorú sztorit, vagy nagyon izgalmas? Hát inkább előbbi. Az izgalmas? Nem, a szomorú. Szomorú? Akkor Norvég erdő. Vagy még a határtól délen naptól nyugatra. Az gyönyörű, nekem az a kedvenc. Hát az igazság, hogy ezek ilyen, bocsánat, hogyha valaki a dialog megkiadottól legyen, akkor elnézés jó. Szóval itt azért vannak háttérinformációk is, például, hogy van olyan regénye, amelyeket például ugye először meg van határozva, hogy először japánul ír, angolra neked szabad lefordítani először, és amikor megjelent az angol fordítás, nem szabad tovább fordítani. És akkor például az amerikaiak minden további nélkül kihagytak a kurvumot, nem, a Birka kergetőből két fejezetet, mert abban mondjuk lealázta az egész amerikai popipart. És azt mondta, hogy ez így fos, ahogy van. Na most ezt persze nem vállaltad, mert elfordítottad, mert a kiadó.
és ezután minden további fordításban kimaradt. Hogy érdekes, most, hogy így mondod, angolul 2014-ben fog megjelenni a regény. Akkor magyarok most hogy tudták elintézni, hogy októberben megjelenik? Hát ezt nem tudom, már itt már nem vagyok képben, már nem tudom. Hát csak így elgondolkodtam, hogy hú. Ez egy jó hír, mert én mindenképpen szeretném magyarul olvasni. Magyarul szerettem meg a hangját, hát tényleg nagyon jól van magyarul fordítva, és szép irodalmi szemmel is nézve hihetetlen élmény olvasni. Azt hiszem a Kafka egyébként ezt fordítói díjat kapott az évben, úgyhogy... Igen, a Kafka a tengerparton, az nekem az is a szívem csicske, mert Murakaminak egy nagyon jó jellegzetes stílusát emele ki, hogy ő tud olyan jó narratívában mesélni történetet, hogy két szemszögből meséli, vagy a páros páratlan fejezeteken, és a páros fejezetekben egy karakter szemszögéből látjuk, hogy történik a cselekmény, míg a páratlan fejezetekben másik karakteréből. És a kettő így szépen halad egymás mellett, és mindig valahol találkoznak, és mesterien szövi őket össze. Tehát, aki tényleg ilyen összetett regényt is szeretne, az akár a Kafkával, akár a Kurbli Modern krónikájával is kezdhet, mert mind a kettőben hogy ezt a narratívát használja. Következő kérdés, valamit a fotókról? Kérdezzetek a fotókról! Nincs kérdés. Nyugodtan, mindenre válaszolok. Ezek a fotóknál, és nézegettem, hogy vannak ilyen beállítottak, vagy volt adott csak egy pillanat felé, hogy ezt most le kell kapnod? Vagy nincs pillanat. Nincs. Tehát ez megtervezett. Abszolút. Megvan, hogy megvolt, mit tudom én, mai nap ide elmegyek, körülnézek. Nem, az ember reggel, mikor már föltámad, akkor nyakába veszi a cuccot, és bizonyos célirányosan elmegy. És ez egy másfajta fotózási eljárás, tehát itt most nem a látvány az, ami megragad, és utána én kialakítom a fényképet, hanem bennem van egy bizonyos elképzelés, amit szeretnék megvalósítani, és akkor addig megyek, amíg olyan nem találok, amelyik arra hasonlít, amit én eredetileg kitaláltam. Na most a fotóknak van egy jellege, hogy már van egy primér látványa, és hogyha jól csináltam, és sikerült megfogalmaznom, akkor van egy másodlagos tartalma, és akkor ezen túl még vannak mindenféle stációi, tehát érzelmi és egyéb stációi. Tehát tulajdonképpen ezek rafináltabbnak szándékozott fotók, és kőkemények egyébként úgy mondom neked. De nem azok. Még kérdés? Nem sikerült? Túl sokat beszéltünk, hát ez a baj. Próbálok megfogalmazni a kérdésemet, hogy hogyan lehet, hogy a fotózásnál hogy szoktad általában, hogy azt mondja, mondtad, hogy megvan a terved, hogy mit szeretnél majd lenne, de hogy először csak úgy gép nélkül körbejársz, és... Nem, mert akkor elmegy előttem. Nézd, én először az első 10 évemet az gyakorló fotográfusként újságnál végeztem. Tehát ott arról van szó, hogy újságnál bizonyára nektek is a megkérdésre, van egy főszerkesztő, van egy újság, van egy próbatvezető, és ezen kívül 101 ember, aki beleugrott. És ezt kérem eddigre. Beleugrott, és utána jövök én, aki ugye meglátja a valóságot, és akkor valamit összekovácsolok. Hát ebből éltem, és ehhez nagyon értettem, vagy nekem is úgy gondolom. Tehát ez egy profi hozzáállás, tehát az, hogyha valamit meglátok, akkor már azt muszáj valahogy megörökítenem, tehát nem tehetem meg azt, hogy csak sétálgatok és lebzselek. De mindig célirányosan mentem, na most azért ezt tudni kell, hogy ez egy elég nehéz gép, mert ez 6x7-es, és állványba kellett csinálni, és tehát ez egy ilyen, mondjuk én szeretem azt, hogyha a saját magamat fizikailag is igénybe veszem, és úgy gondolom, hogy fizikailag is megjelenek a képben, ha más nem kemény izzadságcseppek formájában. Nincs ilyen. Nézd, ez úgy van, hogy a japánok azok bizonyos szempontból a fehér embert azért még mindig egy picit tolerálják. Tehát nem is ezeknél a fotóknál itt rafinériák vannak, tehát megállok és tudom, hogy ő oda fog nézni, és akkor ezt lefotózom. Tehát ezek ilyen kitalációk. De az igazi kemény meló az volt, amikor például olyan negyedben jártam, ahol csak munkanélküliek laknak.
És akkor volt olyan, hogy a fényképezőgép a nyakamban volt, de mondjuk nem nagyon mertem el elsütni, és akkor elmentem egy 10-20-szor ugyanazon az úton, és akkor utána megszokták a képemet, és aztán azt mondták, hogy na jó, van, akkor most már fényképezünk. Tehát ezek mind fogások, mind fogások. Ezeknek a képeknek egy része, ezek, például pont ez a kép az olyan, amikor tudtam, hogy jönni fognak, és akkor ott ugye leterítem őket, a görbelábon őket imádom, ezt most akkor ugorjunk. Tehát... De nekem nyilván van, ők mindig Igen. De szóval a másik pedig az, hogy le vannak tárgyalva a képeim. Mondjuk itt nem, de volt olyan kép, amikor például idős hölgyek, vagy a padon ülő fiatal pár, akkor ugye megkérdezem, hogy telekommunikációval, de nem, tehát a kommunikációval, hogy mi a, vagy oké, rendben van, és azt mondom, rendben van, akkor már túl vagyunk a nehezen. Másrészt pedig, hát egy ilyen szerény, kis termető ember, mint én, ezek nem szoktak ellenkezni, szóval. Ott azért nincs vita, tudod. És barátságosan mosolygunk egymást, és akkor, amikor már megadta magát, akkor én nekem az a lényeg, hogy akkor jön a fotoriporterre rutinben minél hamarabb. Tehát mielőtt ő fölvenne a saját maga elképzelt pózát, meg beállítani az álcát, akkor én nem elég még kész magunk. Tehát ez a cselvenne. De hát ez... Én nem szeretném, az ilyen elesett pillanatokat azt én nagyon utálom. Tehát ezek ilyen hamis dolgok, azt én amatőr, mert még direktásnak tartom. Tehát amikor a fényképezőgép zárszerkezetének a hangja bódítja az embert, az nem az én véleményem. Próbálom kispekulálni, hogy mit kéne csinálni, és hogy... Jó, még egy utolsó kérdés, hogyha valakinek van esetleg. Egyébként a fotóalbumot az e-mail címeden keresztül elérnek és meg tudják rendelni, ezt most megosztod. Igen. Az e-mail címemet? Nagyon bonyolul. Egyrészt van egy olyan, gazoltan.hu. Ott van egy honlap, ott is megvan az e-mail címem, de telefonszámom is. Az e-mail címem is nagyon bonyolult, meg gaha.z@kukac.hu. Ha valaki úgy gondolja, hogy állok rendelkezésre, és egyszerűen azért nem adtam be a könyvesboltba, mert 60%-ot elkérnek, ugye 3900 forint az ára, abban jön a 60%, és nem számolnak el benne. És utána ugyanúgy egy fél év múlva visszaadják, hogy csomagot, hogy senki nem keresne. Akkor nálam keresse a senki, úgyhogy... Van belőle otthon, ezért van, mert megtámasztva az ágy és a kredenc is. Hát reméljük, most akkor fogyni fog. Utókor szét fogja szedni. Szóval azt tudom, hogy csak meg azt kell kívánni, hogy megjelenítok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.